sorozatunkban olyan családi kötelékeket mutatunk be, amelyekre messzemenően igaz a mondás, volt mit örökölni. Neves sportolókat és ígéretes sportoló gyermekeiket kérjük a kamera elé, hogy megtudjuk, mi az, amit a fiatalok otthonról hoztak magukkal. Mennyiben segíti, vagy éppen hátráltatja a karrierjüket, hogy van kihez hasonlítaniuk magukat, az eredményeiket, segítség vagy teher, hogy van kire felnézniük, van honnan meríteniük. A családban marad első vendégei Kulcsárék. Az apuka, Krisztián, a kétszeres olimpiai ezüstérmes, háromszoros világ és kétszeres Európa-bajnok párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, és fia, a 20 éves Viktor, aki szintén a párbajtőrt választotta, és nem is akárhogyan forgatja. Már junior Európa-bajnok és VB bronzérmes, magyar felnőtt bajnoki harmadik helyezett. A riporter Budai Zoltán. A jelen és a jövő bajnokainak elkötelezett támogatója a Decathlon. Krisztián, egy ilyen családban, amelyben felnőttél, hogy a nagybáty Kulcsár győző négyszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a édesapád sokszoros válogatott kosárlabdázó, nevelő apukád pedig Óna István. Olimpiai bajnok öttusázó, és nem mellesleg négyszeres világbajnok. Én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a gyereknek ne kellett volna sportolnia, jól gondolom? Nem gondolod rosszul, de talán mégsem ennyire egyszerű ez a dolog. Tehát kényszer nem volt, talán ezzel kezdeném. Én inkább úgy emlékszem vissza, hogy maga a sport egy természetes közeg volt, egy természetes téma volt nálunk ott. Egy kicsit olyan magától értetődő volt, és nagyon közeli a család barátai, közül ugye sokan jöttek a sportvilágából, akik hozzánk hétvégén jöttek, azok sportolók voltak, ugye mi volt a téma a vasárnapi ebédnél, nyilván a sport, meg a sportsztorik, meg egyebek. Tehát egy kicsit olyan ember közeli volt a sport közege, és aztán amikor, tehát ahogy teltek múltak az évek, és a húgom meg ilyen, hogy nagyobbak lettünk, és ez az egész, ahogy én azt gondolom, hogy sok családban előjön ez mit csináljunk, hogy a gyerek egészséges legyen, és ne csak szellemileg kupálódjon, tehát valamit kéne csinálni, akkor az nem volt kérdés, hogy sportolni kell, de az István, tehát az én nevelőapám, a Móna Pista, ő ebben nagyon, szerintem nagyon józan és nagyon céltudatos volt. Ő azt mondta, hogy itt az a lényeg, hogy egészségesek legyenek a gyerekek, úgyhogy nincs más téma, vagy nincs más variáció, mint hogy úszoda. Jó? Tehát, hogy ő azt gondolta, voltunk 8-9 évesek, hogy ahhoz, hogy itt egészségesen fejlődjünk, akkor itt úszni kell, ez a legjobb a testnek, kialakulnak az izomzat, az érrendszer, stb. Tehát anélkül tulajdonképpen, hogy olyan ambíciói lettek volna, vagy bennünk azt ültette volna, hogy itt az élsport felé kell menni, a KSI 20 szakosztályba kezdtünk sportolni. Tehát ez valahogy így kezdődött, és azt kell mondjam, hogy sokkal fontosabb volt az, hogy a tanulásban hogy menetelünk előre. Aztán az úszodából hamar átkerültél az öttusa pályára. Igen. Hát aztán úgy nyilván a dolgok úgy természetesen követték egymást. Az, hogy nem lettem úszó, azt ugye az adottságok meg az eredmények így magától értetővé tették. Én egy későn érő gyerek voltam, később nyúltam meg. Az öttusa nyilván egy természetes következménye volt az úszodának, aki úszodai gyerek, azt tudja, hogy ezek a természetes folyamatok, vagy valaki vízipólózó lesz, vagy kicsit leegyszerűsítve, vagy megy az öttusa felé. Mint hogy egyébként az öttusából is ugye van szerves tovább fejlődés a vívóterem felé, erre is ugye sok példa van a párbajtőr világban. Egy szó, mint száz az öttusa az 13-14 éves koromban egy természetes következmény folyamata lett a vívásnak, vagy a úszásnak. Nem volt elvárás, hogy végül te is a páston kös ki, de mégis ott kötöttél ki. Ugye hát az öt tusa közül a párbajtőr vívás volt az, amely legközelebb állt végül a szívedhez. Amikor elkezdtél párbajtőrözni,
akkor nagyobb odafigyelést kaptál már a neves felmenőktől? Nagyon kedvesen kötsz át, én ebben egy kicsit, hogy mondjam, szerintem érdemes azt mondani, hogy nem voltam túl tehetséges az öttusában, tehát azért itt volt azért egy néhány év, amikor igyekeztem itt a két tusa, három tusa, öt tusa felé elmenni. Az István arról gondoskodott, hogy a legjobb kezekben legyek, a Szaniszló Jóskához jártam le a Marci Bányi tér előni, a Hadszepi bácsinál kezdtem vívni, a Mozart Istánál lovagoltam a Hidász utcában, szóval jó kezekben voltam, de ez a futás, ez nekem nagyon, nagyon nem feküdt. És akkor, amikor én ezt az Istvánnal nagy nehezen meg tudtam beszélni, akkor mondta, hogy körülbelül így zajlott, hogy hát úgyis kulcsár vagy, akkor vívás. És akkor a vívásban már úgy ügyeskének számítottam, meg volt a fizikai hátterem, úgyhogy onnantól kezdve a vívás lett a fő irány. Szerencsére hamar jöttek az eredmények. Innen folytatjuk veled. Viktor, neked is hasonlóan teltek a gyermekévek? Abból a szempontból érdekel ugye mindez, hogy saját indítatásod volt, hogy elkezd sportolni, és nem éreztél soha semmiféle nyomást ez irányban a szülők. Igen, nekem is hasonlóan azért a gyerekkorom úgy telt, hogy még a papa aktívan vívott, szóval én jártam ki versenyekre, vagy a sportban dolgozott, szóval én azért sokat jártam ki versenyekre, és nagyon szerettem őket, meg ezért a víváshoz közelebb voltam, közel állt hozzám mindig is a vívás, és nekem sose éreztem úgy, hogy van egy nyomás, hogy én vívjak, vagy hogy sportolnom azért kellett egyértelműen, de szerintem így van jól. Én szerintem mindig vívni akartam, de azért vívni nem szoktak olyan korán elkezdeni a gyerekek, szóval egy olyan sportot kellett találnom, ami vívás előtt ad egy jó alapot, szóval én atletizáltam, és aztán kezdtem el vívni. Atlétikában melyik versenyszámot űzted? Mivel fiatalon űztem, ezért így mindent kipróbáltam inkább, de a futószámokat csináltam, ugye azt nem is annyira versenyszerűen, az csak inkább tényleg, hogy iskola után csináljak valamit, és egészséges legyek. Akkor ez már majd egy különbség köztetek, hogy hát Krisztián mondta, hogy a futás volt az, amely a leginkább kilógott az öt tusa közül, te pedig pont a futásra próbálkoztál. Ezek szerint neked sem jött be ez a futás az atlétikában. Nem szerettem annyira. Nem véletlenül lett Viktor a keresztneve a fiadnak. Ebbe avasd be, légy szíves, hogy hogyan akult, hiszen egy családi hagyomány követtetek, amikor a nevet választottatok. Igen, nálunk így tehát a kulcsár vonalon, apai ágon ez egy családi hagyomány, már a dédapám is Viktor volt, a nagyapám is Viktor volt, a nagybátyám is Viktor volt. Ami érdekesség az, hogy ez a három generáció, bár mind a háromat a családban Viktornak hívtuk, mindegyik egy győzőnek keresztelték a mindig adott politikai nehézségek miatt, ugye, hogy itt magyar nevet kellett adni, és nem volt megengedett a Viktor. Úgyhogy az én fiam az első generáció, aki Viktor, és Viktornak is van anya fényezve. Ennyi a titok. Mondtad, hogy jártál édesapádnak nagyon sok versenyre. Milyen szemmel nézted őt ilyenkor? Rácsodálkoztál, vagy már akkor próbáltál tőle ellesni dolgokat, vagy egyszerűen csak élvezted azt, hogy ott lehetsz, és láthatod őt a versenyeken? Inkább az utóbbi, hogy inkább csak jó volt, és arra emlékszem, hogy hihetetlenül izgultam, hogy jól sikerüljön neki. De akkor még annyira nem gondolkodtam ezen, hanem csak tényleg ott örültem, hogy ott lehettem. Rád már duplán igaz az, ami Krisztiánra gyermekként volt, hogy úgy nőtt fel, hogy tulajdonképpen világklasszi sportolók, olimpiai világbajnokok vették körül, még a kis Krisztián felnőttként. Ez a közeg milyen hatással volt rád? Emberebe beleszokik. Tehát most nem akarok ilyen blaszfémiába kerülni, és hogy megszentségteleníteni azokat az embereket, akik napi szinten találkoztunk, a Török Feriket, a Schmidt Palikat, az egyéb nagy bajnokokat, de miután tehát kvázi családtagok voltak, és jelentek meg nálunk, ezért semmi különöset nem láttam. Én a nagybátyámra nem úgy néztem, mint egy valaha született legnagyobb párbajtúrvívók egyikére, hanem valakire, akit nagyon szeretek, aki az édesapámnak a bátyja, és aki
mert úgy beszélgetek, mint bárki a saját nagybátyjával. Tehát hogy mondjam, ez inkább ember közelivé tette ezt a világot, az ember ebben nő bele, akkor nem érzi azt az áhítatot, amit egyébként valószínűleg más ember, amikor egy ilyen helyzetbe kerül, hogy ilyen embereket találkozik, akkor érez. Én inkább azt tartom egy szerencsés hozadékának ennek a háttérnek, hogy amikor ugye az ember lépésről lépésre megy előre, tehát én sem úgy kezdtem a kadett junior felnőtt évémet a vívásban, hogy egyből kitűztem a célt, hogy majd világbajnok akarok lenni, olimpiai bajnok akarok lenni, stb., hanem az ember mindig a következő lépés figyeli, hogyha összejön egy verseny, akkor a következő szeretne jól vívni, hogyha junior válogatott lesz, akkor szeretne kijutni a junior világbajnokságra, utána, hogyha ha közel kerül esetleg a felnőtt válogatott keret tagságkorodba. Tehát valahogy ez így működött. Soha nem helyezett rám nyomást az, hogy ki a nagybátyám, vagy ki a nevelőapám, vagy honnan jövök, mert egyszerűen olyan magasságban voltak, hogy nekem épp elég volt a saját magammal törődni, és föl sem merült a fejembe, hogy nekem vagy engem más, vagy nekem magamat hozzájuk kéne hasonlítom. Tehát azt akarom csak mondani, hogy egyáltalán nem nehezedett ez rám teherként, sőt, legalábbis ahogy én fölfogtam, inkább egy ilyen természetes környezetté vált nekem az, hogy a magyar sportvilág akkori sztárjai, vagy kiemagasló alakjai, azok ott a környezetünkben voltak. De olyan érzés, vagy gondolat sem volt benned, hogy hát az eredmények terén sem kellene lemaradni tőlük? Semmilyen ilyen. Soha nem volt. Szerettem vívni, szerettem csinálni, voltak ambícióim, de nem gondoltam azt, hogy az én életemben annak kéne meghatározónak lennie, hogy ha egyszer a Móna Pista nevelt föl, akkor nekem, vagy a Kulcsár Győző, a nagybátyám, akin aztán vívtam is, hogy én nekem hozzájuk kéne magamat mérnem. Tehát ilyen elvárásokat én magammal szemben nem támasztottam, de mások sem támasztottak velem szemben, tehát erről nem volt szó. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nem voltak rossz sportszüleim, tehát nem helyeztek nem ilyen nyomást. Ugyanez, Viktor? Hogy élted meg ezeket az éveket utánpótláskorú vívóként? Hasonlóan én se érzem azt, hogy ez egy nyomást tesz rám, hogy ugye én eredményt szeretnék elérni, akkor nem azért, mert szeretném elérni, mert apukám is elért eredményt, vagy a apukám nagybátyja, hanem magam miatt. És én ezt inkább egy segítségnek tudom be, hogy tudunk erről beszélgetni, tud tanácsokat adni, tud mentorálni könnyebben, mivel ő is átélte. Köztetek a kapcsolat az Viktor kisfiúkora óta szoros, és megvan közöttetek a jó kémia, csak arra gondolok, ugye, hogy a Viktornak van két nővére, apukáknak pedig szokták mondani, hogy apukák inkább lányosabbak, anyukák inkább fiúsabbak, ti hogyan viszonyultatok egymáshoz az elmúlt évek során? Szerintem nagyon jó kapcsolatunk van. Én abszolút ragaszkodó típus vagyok szerintem, hogy igen. Nehéz erre, igen. Nem akarom, hogy jól vált. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy mondjam, van egy természetesen jó gyerek, apa, gyerek kapcsolat. Az, ami szerintem fontos, és így a sport szempontjából, hogy tudok úgy mellette lenni vívóversenyen, vagy tudok fel úgy a vívásról beszélgetni, hogy ne, vagy legalábbis én próbálom nem éreztetni azt, hogy nekem milyen elvárásom vannak. Tehát én azt szeretném, és nem csak a sportban, hanem általában az ő életével kapcsolatban, vagy a lányaim életével kapcsolatban, hogy ők jól érezzék magukat a bőrükbe, ők boldogok legyenek abban, amit csinálnak, ki tudjanak teljesedni. Ha ez a párkapcsolataikra vonatkozik, vagy ez az iskolára, vagy a munkahelyükre, vagy a sportra, akkor abban, amiben tudok, segítek, de az, hogy plusz terhet vagy rójak azzal, hogy én őket támogatni akarom, ebben
ez marhaság volna. Tehát én támogatóként, és nem pedig egy addicionális problémaként szeretnék az ő életükben megjelenni. Én biztosan nem fogom a Viktort jobban szeretni akkor, hogyha sikeres sportol lesz, mint akkor, hogyha nem. Tehát azonáltal azt kívánom neki, hogy a lehető legjobban jöjjön ki belőle. Nem erőlteted, de egyik interjúban arról beszéltél, és azt mondtad, hogy azért nagy a kísértés, hogy az ember ne erőltesse a gyermekénél azt, hogy igenis csinálja, és minél sikeresebb legyen, hiszen te tudod azt, hogy milyen sikeresnek lenni, és milyen velejárói vannak egy sikernek, amely aztán az élet számos területén könnyebbséget jelent. Ez így van, hogy ez kell egy önuralom, sok mindenhez kell egyébként szülőként önuralom, nem csak ehhez. Én tudom azt, és szerintem más szülő is így van ezzel, hogy mi a helyes út, vagy szerintem mi a helyes út, hát persze erről is rosszal lehet beszélni, mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni. Az ember megtapasztalta a saját bőrén, és pontosan tudom azt, hogyha sportban valaki sikeres, az milyen előnyökkel jár az életben, mit lehet ebből kihozni, de ez mindenre érvényes, az ember jól tanul, vagy más területen helytáll, akkor ennek milyen előnyei vannak, és ugye ez már egy nevelési kérdés, hogy ez hogy tudatosítja az ember a gyermeke fejében. Viktor, te is úgy érzed, hogy édesapád mindig megtartotta azt a kellő távolságot, ami még ahhoz kellett, hogy te ne érezz zavarónak a jelenlétét? Szerintem jól csinálja, mert most aki e-sport, azt tudja, hogy az embernek nem mindig van például kedve nem menni edzeni, most mondok egy példát, de hogyha nem akar, szerintem azt csinálja jól a papa, hogy tudja, hogy én szeretnék jó vívó lenni, és tudja, hogy én szeretnék fejlődni, és ezek ilyenkor tud segíteni, amikor tud ilyenkor extra motiválni, hogy de menj le edzeni. Azért nem az van, hogy soha nem szól bele semmibe, mert hogy teljesen az én döntésem, hanem ilyenkor azért tud segíteni, hogy tudja, mi a helyes út, és elmondja, és akkor is mondhatnám azt, hogy nem, de attól még elmondja, és olyankor segít és ráébreszteni, hogy tényleg menni kell, vagy csinálni kell. Hogy nem hiszem, hogy annyival nagyobb, hogy nem tesz rám terhet, de szerintem egy jó irányba terel. De te szereted is, hogyha ő ott van a versenyeiden? Szeretem. Régen nem szerettem, most már szeretem. Mi változott? Mi volt régen, és most miért szereted? Igazából nem tudom, hogy miért nem szerettem régen. Szerintem egy stressznek éltem meg, hogy ott van. De szerintem mindkettőnknek egy kicsit kellett így megszoktunk egymást versenyeken, és most már szerintem kiválóan működik az összhangunk a versenyeken. Számodra régen stresszes volt, Krisztián lehet még a mai napig igen stresszesen éli meg a te versenyeidet. Nem tudom, hogyan kell téged elképzelni. Hát kívül mindig nehezebb, nem csak amikor az embernek a fia, vagy szerette, vagy barátja ült, hát épp eleget ültem a csapattársai mellett is csapatversenyen egyénivel, hát mindig nehéz idegekkel bírni. Az ember öregszik, az idegei megkopnak, úgyhogy ott uralkodni kell magam. Hogyan viselkedsz egy ilyen versenyen? Hát néha nem megfelelően, tehát el tudok borulni, de mondom, ez inkább vehemencia, hogy én vérmérséklet kérdése. Tehát ha volt csapattársaimat, megkérdezed a Imre Gézát, Kovács Ivánt, akkor biztos hosszan tudják mondani, hogy mikor kellett engem hűteni, tehát én hajlamos vagyok el porulni jó értelemben, tehát amikor drukkolok. Mi az, amikor te egy kicsit úgy belejössz a Viktornak a vívó meccsébe, külső szemlélőként? Akkor olyan vagyok, mint egy elkötelezett kocsi drukkel. Elvörösödik a fejem és ordítok. De ezek nem kell nagyra gondolni, tehát hajrá, meg amikor tussad, akkor kiabálok, tehát nem semmi extra, de akkor elengedem magam. De ez aktív koromban és a csapattársaimnak való szurkolásnál is jellemző volt rám. A teljes szívből, teljes odaadással tudok drukkolni. Meddig mész el egy ilyen esetben, de gondolom azért verekedés még nem sütik előre. Nem, nem, nem.
nem. Sőt, nem csak, hogy ez nem, hanem tehát ami nem fér, annak dolgok, amik nem férnek bele, tehát ellenfél gyalázása, bíróval való veszekedés, ezeket nem csinálom. Hanem csak átadom magam az érzéseknek, inkább a pozitívaknak próbálom. Itt 2023-ban a junior párbajtőr válogatottal Európa-bajnoki címet szereztél, a junior világbajnokságon bronzérmesek lettetek. Amikor nem te voltál a Páston, akkor te is hasonló vérmérsékletben búzítottad a többieket, vagy szorítottál a többieket? Szeretném azt hinni, hogy igen, hogy én drukkoltam tiszta szívemből, és remélem a csapattársaim is így érték meg, hogy én drukkolok nekik, és tudtam őket segíteni, vagy motiválni ezzel. Mit jelent számodra ez a junior Európa-bajnoki arany és a VB bronzérem? Itt arra gondolok elsősorban, hogy nagyon kellett már a lelkednek egy ilyen világversenyről való érem, és hogy megint oda tudok kiukadni, hogy a Kulcsár néven kapcsán. Szerintem ez minden sportolónak egy nagyon jó visszacsatolás, hogyha világversenyen elér helyezést és érmet kap, és abszolút jó motiváció abba, hogy nekem ez az utolsó junior évemben volt, és egy extra lendületet adjon abba, hogy a felnőtt éveimet hogy kezdem el. Mióta vagy a Vasasnak a tagja? Hát itt kezdtél vívni. Itt kezdtem. Én a Bocskai István Általános Iskolába kezdtem el vívni, de ott csak egy-két évet edzettem, és aztán Halla Péter a mesterem, ő Vasasba, ő ott tanított, mint esi tanár és mint vívóedző. Ő mondta, hogy itt az ideje, hogy lejöjjek ide Pasarétre, és onnantól kezdtem el ide járni. A Halla Péternek is nagy szerepe volt abban, hogy te itt maradtál a vívóteremben, vagy ehhez elég lett volna az, hogy a családban ugye vannak kiváló vívók? Mivel Halla Péter egy kiváló mester, és abszolút köszönhető neki is, mivel miatta vannak eredményeim. Ő szeretette meg velem a vívást, mert mindig vívni akartam, de ő volt az, aki minden nap foglalkozott velem, azért nagyon szorosan kötődöm hozzá, miatta szeretem igazából a vívást. Mi az, ami megfogott és benne tartott téged ebben a sportágban? Én azt szeretem, hogy ez egy összetett sportág, hogy nem az van, hogy az nyer, aki a legerősebb, az nyer, aki a legokosabb, hanem inkább mindkettő dolog fontos szerepet játszik. Ez egy taktikai sport, amiben fizikai dolgok is vannak, szóval én abszolút ezt gondolom annak, ami megfogja az embereket. A fejlődéseddel, az eredményeiddel, amíg a egészen kiskorodtól kezdve elértél a felnőtt korosztályig, most már elégedett vagy? Igen, azért én szerencsés vagyok, mert nekem kisebb korosztályban is a korosztályos versenyeken voltak eredményeim, szóval így könnyebb folytatni egy sportot, hogyha viszonylag eredményes az ember. De elégedett vagyok azzal, amivel ahol most tartok, igen. Közös programotok? Mi ez sűrű szokott lenni, és hogy ha van, akkor melyek? Közös program, mármint kettes, vagy családi? Kettes. Apa-fia. Apa-fia az... már nincs olyan sok, de szerintem csökken, sok... Hogy... Igen, de azért mégis, hogyha verseny van, azért nekem több közös programom van vele, mint mondjuk szerintem a nővéreimnek, mert én ugye még aktívan vívok, ki szokott jönni a versenyre, amikre ki tud, ott együtt szoktunk időt tölteni, a Vasasba is leszokott járni velem vívni, szóval szerintem van elég közös programunk, meg hétvégente azért a családdal szoktunk programokat csinálni. Meg mondjuk vannak olyan társadalmi események, jellemzően a sporthoz kötődően, például ugye, mielőtt a felvétel elkezdődött, beszéltünk a karate világbajnokságról, együtt voltunk én, szóval ha tehetem, akkor, de ez nem kizárólag apa-fia program, tehát megyek a Viktor édesanyjával, vagy a lányaim valamelyikével, ha tudok, szóval ilyen értelemben vannak közös programjaink, persze. Amikor együtt vívtok, akkor az mennyire számít presztízs mérkőzésnek? Hát nem engedem nyerni, az biztos. Azt hiszem, még megver, de nem, én nem adok ingyentust. Én sem. Nagyjából meg tudjuk mondani azt, hogy hogyan állhat az egymás közötti mérleg a szókat tekintve? Hát egyre romlik az én szempontomból.
Ami szerintem teljesen normális, vagyis fura lenne, hogyha nem így lenne szerintem. Kétségbejtő lenne, igen. Igen, hogyha azért már öreg, szóval. Mennyire nézett kritikus szemmel Viktornak a vívását? Igyekszem nem úgy nézni, és igyekszem nem beleszólni, de mégis nehéz, mert hát az ember ért valamihez, vagy eltöltött egy hosszú időszakot egy területen, mint én a vívásban, most már nem tudom, 40 évet, akkor van véleménye a dolgokról, úgy érzi, hogy ért hozzá, és hogyha valami olyat lát, magyarán én olyat látok, vagy érzékelek, ami nem tetszik, akkor vissza kell fognom magam, hogy ne szóljak bele, de igyekszem nem beleszólni, kritikus természetesen vagyok. Hogyha mégis szóvá teszel valamit, az hogyan fogadja a Viktor? Jól, tehát a rövid válaszom az, hogy jól fogadja. Nyilván fontos az, hogy az ember hogy fogalmazza meg, és az is fontos, hogy mikor fogalmazza meg. Mondjuk egy verseny után, vagy edzésen egy közvetlenül egy vereség után hozom szóba, akkor ingerültem fogadja, és ez normális. Az időzítés ebben is fontos. Gondolom a dicséret is fontos szerepet játszik azért a kritikádban. Persze, hát ezek már ilyen pedagógiai eszközök. Én nem vagyok magam pedagógus, de igyekszem, hogy mondjam, a motiváló lenni, és inkább a pozitív üzeneteket kihangsúlyozni. Ezek pedagógiai kérdések. Hogyan látod, mi az, amiben Viktor tényleg kiemelkedő a páston? Kettő dolgot tudok mondani, nagyok a fizikai adottságai, tehát nyilván a magassága, a fizikuma. Ez egy kis felelősséggel és teherrel is jár, tehát mintha nagyon, nagyon magas, ezért fontos az, hogy ezt ki tudja használni, mert ez könnyen tud hátránnyá válni. Tehát hogyha az ember nem elég mozgékony, akkor az probléma tud lenni, tehát erre ki figyelni kell, de ez mindenképpen egy előny. Pszichésen pedig egy nagy előnye a tehernek a kezelése. Tehát van egy jó versenyzői adottsága, ahogy a tétet kezeli. Ez a kettőt, kettő az, amit ki tudnék emelni. Vannak olyan dolgok, Viktor, amit kimondottan édesapától estél, amit neki tulajdonítasz, akár a páston, vagy akár a hétköznapi életben, hogy hát igen, apa is ilyen volt, vagy apa is így csinálta, és azt veszem észre magamon, hogy akár tudatosan, vagy akár szándék nélkül, de így csinálom. Én ezeket egyáltalán nem veszem észre, de egy csomó ember, aki ismerte mondjuk a papát, ő mondja, hogy hasonlítunk tök sok mindenben. De én ezt egyáltalán nem veszem észre, és nem direkt csinálom. De sokszor hallom, hogy hasonlítunk akár a páston is, akár személyiségbe, vagy... Igen, nekem is mondták a csapattársaim, hogy ezek ilyen önkéntelen mozdulatok, tehát nem ilyen akciók, vagy tehát ilyen vívás specifikus támadások, vagy védések, vagy ilyesmi, hanem inkább ilyen tikkek, tehát ember a maszkát fogja, a ruháját igazgatja, szóval ilyenekben azt mondják a külsősök, hogy vicces, hogy emlékeztet az én mozgásomra, a Viktor mozgásom. Úgy tudom, hogy rád is jellemző volt, hogy a páston nem igazán kapkodtál. Türelmes voltál, és talán mindig megvártad a legmegfelelőbb pillanatot az akció végrehajtásához, és talán ez valamilyen formában a magánéletedben is jellemző volt rád. Ebben a tekintetben hasonlít rád, Viktor? Igen, nem rohanós. Én nem voltam egyébként egy született taktikai óriás, hát nálam azért sokkal nagyobb taktikusok is voltak a páson, nyilván igyekeztem ezen a téren azért jó lenni. Igen, nem kiemelkedő egyébként, de azt hiszem, hogy megvan a feje hozzá. Ugye a vívás az amellett, hogy fizikai, inkább technikai sportág, és még inkább fontos a mentális pszichés felkészültség. Azt hiszem, hogy ilyen területen ő jól áll. Azért vívásban jó dolog, hogyha van valaki mögötted, és akkor én róla tudom, hogy ő mindent megtesz, és hogy ő tényleg ott van, drukkol, legjobbat akarja nekem, és azért ez ad egy olyan biztonságot a páston, ami máshogy nem tudja nagyon megszerezni az ember. De a kritikát hogyan viseled?
Szerintem bírom, nem szoktunk mindenben egyetérteni, de ez is szerintem a része a vívásnak, hogy mindenki máshogy lát bizonyos dolgokat. Én azért megpróbálom megfogadni azokat a tanácsokat, amiket ad, mert azért jobban ért hozzá, mint én. De van olyan dolog, amiben nem értünk egyet. El fog jönni az az idő szerinted, amikor azt fogod mondani, hogy én jobban értek hozzá, mint ő? Nem hiszem. Azért magasra tette a lécet. Ebben az évadban már a felnőttek között vívsz, hogyan érzed magad a felnőtt korosztályban? Jól érzem magam, de még sokat kell a mezőnybe beleszoknom. Azért ez egy nehéz váltás vívásba, vagy a legtöbb sportba gondolom. Nehéz, mert hála Istennek a magyarok nagyon jók vívásba, főleg párbajtőr vívásba, erős a mezőny, szóval jól érzem magam, de sokat kell edzeni. Rád is jellemző az, ami édesapádra is volt, ő azt mondta magára, hogy későn érő típus? Igen, szerintem abszolút. Talán még jobban is, mint rá volt jellemző. Vagy nem tudom, hogy Krisztián, ugye már azt mondtad, hogy későn érő típus voltam, hirtelen megnyúltam, de gondolom, hogy nem csak a testi adattságokat illetően értetted azt, hogy későn érő típus voltam. Igen, alapvetően tehát abban a szövegkörnyezetben, ahol ezt mondtam, az úszás kapcsán, tehát fizikailag egyértelműen egy későn érő voltam. Igen. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy minden egy picit késő jött, tehát ezt tudom egy kicsit ragozni még, tehát 37 éves lettem egyéni világbajnok, 41 évesen magyar bajnok, előtte nem voltam egyéni, tehát tudom ezt ragozni, igen, egy kicsit minden úgy később jött, mint jöhetett volna korábban. Ez számodra megnyugtató valamelyest, Viktor, hogy édesapád is nem a tini korában ért el a legnagyobb sikereit? Bár azt azért tegyük hozzá, hogy te már a felnőttek között is magyar bajnoki bronzérmes vagy, ugye 2022-ben ott álltál a felnőtt bajnokság dobogóján, és tavaly pedig jöttek a junior LB és VB érmek. Igen, nehéz összehasonlítani azért, mert azért mégis szerintem te 21-22 évesen már olimpián voltál. Szóval... Igen, 21. Szóval nehéz összehasonlítani, de azért a párbajtörvívás, és nem csak apukámon látom, hogy később is lehet eredményt szerezni, azért a Imre Géza is. Szóval sok ilyen példa van, hogy a vívásban van ideje az embernek, meg egy összetett sport, és lehet, hogy már nem te vagy a leggyorsabb, de fejbe jobb vagy, szóval több, nagyon sok dolgom múlik, hogy az ember mikor ér el eredményt. Összességében ugye erről az átmenetről beszélünk, ez minden sportban egy nehéz ügy, korosztályos vagy utánpótláskorú versenyzőből felnőtt versenyzővé válni. Valakinek megadatik simán, már berobban a junior vagy ifi korában a sportáktól függően a felnőtt mezőnybe, de alapvetően ez általában egy problémás dolog. Ugye itt a hazai vívásban, párbajtörvívásban ez, ahogy Viktor mondja, szerencsére, tehát a magyar sport meg a magyar vívás szerencsére ez egy kifejezetten nehéz ügy, ugye jelenleg a magyar, tehát a legutolsó világbajnokságon szerepelt magyar párbajtő csapatban, ugye most két egyéni világbajnok van, tehát azért ez nem gyakori, vagy nem sok ilyen csapat van, ahol ott van a Siklósi Gergő, ugye ott van a Kokmát, és ott van még mellettük két ragyogó vívó, és még mögöttük ott nyomulnak a többiek, tehát itt van 7-8 marha ügyes fiatal srác, úgyhogy ide nehéz bekerülni, tehát teljesen más ebben a közegben bizonyítani. Ugyanakkor, ahogy mindent lehet pozitívan, vagy negatívan, vagy félig tele, félig üres perspektívából nézni, én ezt úgy látom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség. Tehát hol, ha nem itt, vagy ki, ha nem ő, tudna ebből profitálni, hogy ezekkel a srácokkal, akik a világon is az élmezőnyhöz tartoznak, tudnak szinten vívni, tehát én ezt egy abszolút egy lehetőségként élem meg. Ezelőtt 33 évvel, amikor én öregettem ki a juniorból, Kovács Iván barátom egy évvel korábban, akkor ennek pont az ellenkezője volt, akkor volt egy hosszú, némileg
némileg sikertelenebb időszak. Ugye a 80-as évek vége felé párbajtörvívásban nem nyertünk érmeket. Mi viszonylag könnyen tudtunk bekerülni a csapatba, voltak természetesen eredményeink, de sokkal könnyebben jutottunk be, és aztán utána abban a mezőnben már bele tudtunk érni. Szóval ez sok tényezős ügy, de mindenképpen a váltás itt a hazaiban, meg főleg nemzetközi mezőnyben azért az egy nehéz dolog, főleg a vívásban, ami egy hosszú karrier minden vívónál, hogy aki egy picit ügyesebb, tehát itt nem öregszenek ki a versenyzők akkor a 30-as éveikben, hanem itt, aki bekerül a felnőtt mezőnybe, az igen vércsatalovakkal is találkozik és vív, tehát itt egy picit nehezebb. De hogyan éled meg Viktor eredményeit? Ugye beszéltünk róla, hogy felnőtt magyar bajnoki bronzérmes, tavaly a junior csapattal EB aranyat, VB bronzot nyert, ezek gondolom neked is, vagy a te szívednek is nagyon kedves eredmények. Persze, hát nagyon nagy örömmel, meg büszkeséggel. De azért, amit korábban mondtam, az nagyon fontos, tehát nem igyekszem, és ezt vele is tudatosítom, hogy nem ezen múlik a mi kapcsolatunk, tehát az, hogy én nyilván elégedett vagyok, és boldog vagyok, elsősorban azért, mert kap egy visszaigazolást arról, hogy érdemes csinálni, amit csinál az ember, amikor komolyan sportol, akkor áldozatot hoz valaminek a rovására van itt, nem szórakozik, nem haverjaival van, hanem a szinten áldozatot hoz, és nagyon fontos, hogy időszakonként, vagy időnként meglegyen ennek a pozitív visszacsatolása, és hát mi más tud lenni pozitív visszacsatolás jobb, mint az, hogy egy világversenyen kiemelkedő eredményt ért. Tehát én azért annak örülök, hogy ő örül, és hogy van értelme annak, amit csinál. Jó úton halad véleményed szerint? Azt gondolom, hogy igen, és reméljük, hogy rajta is marad. De ezt nem csak az eredmények alapján mondhatjuk, hanem te látod azért az ő hozzáállását, látod, hogy... Igen, én azt hiszem, hogy a érti, hogy mik a fontos dolgok az életben, a tanulás, a sportolás az ő korában csinálja, emellett teljes értékű életet él, tehát nem azt kérte, de nem, erre nincs is szükség. Én azt hiszem, hogy a fontos dolgok azok rendben vannak. Beszéltünk az erényeiről, még nagyon fiatal, de te hogyan látod, melyek azok a dolgok, amelyekben javítani kellene neki? Általában egy kicsit feszesebb lehetne az ügyeiben. Tehát ugye ez úgy mindenre vonatkozik. Ugye az ember hogy kényszeríti rá saját magát a feladatokra, az egy nehéz ügy mindannyiunknak. Tehát pontosan tudjuk, hogy kéne eljárni, de nem csináljuk, halaszgatjuk, toljuk az ügyeket. Ebben azért ő is tudna feszesebb lenni. Úgy általában ez nem az edzések látogatására vonatkozik, hanem úgy általában az ügyeire. Nagyjából ez. De ebben sem látok semmi rendkívülit vagy drámai, de általánosságban azt gondolom, hogy itt azért van hova javulni. Én is lazának tartom magam, ami egy hátrány is és egy előny is. Mi az előnye, mi a hátránya? Az élsportban van olyan helyzet, amikor nem jó lazának lenni. Azért hajlamos vagyok egy kicsit igen túl laza lenni. És azért ezt nem kell magyarázni, ez miért hátrány szerintem. Előny szerintem az, mert az se jó, hogyha az ember teljesen ráfeszül a versenyekre, az edzésekre, szerintem az lehet rossz hatással is az eredményekre. De az egyetértek, hogy lehet még egy kicsit kevésbé lazább. Két fronton is ugye igyekeztek helytállni, hiszen a tanulást is említetted, hogy azért kiemelten fontos nálatok. Neked is ugye van jogi és közgazdász diplomád is, és hát Viktor, te most hol vagy? Én tavaly végeztem gimnáziumban, most idén a vívásra fókuszálok, és jövőre fogok majd egyetemre menni. Megvan már, hogy milyen irányba? Engem a gazdasági irány érdekel. Mennyire fontos, hogy a Viktor is a tanulmányára is koncentráljon a vívás mellett? Nagyon. Én szerintem ez teljesen alapvető. Tehát
erre az oldalról ez egy szerencsés sportág. Itt bele kell, hogy férjen az, hogy az ember az élet egyéb területén is oda tegye magát, tehát lehet mellette tanulni. Nem ördögtől való gondolat az, hogy valaki dolgozom mellett, én magam is tudtam teljes állásban dolgozni. Tulajdonképpen a karrierem, a vívó karrierem döntő részében 96-tól folyamatosan dolgoztam, szóval ez ilyen szempontból egy mázia, ami a vívást illeti. Sok sportágban ez nem megoldható. Úgyhogy miután a teljes élethez hozzátartozik az, hogy ne csak épp test legyen, hanem épp lélek, meg épp elme, ezért én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy az ember képezze magát. De hogyan látod magadat mondjuk a következő évadban és az azt következő években? Ugye első éves vagy a felnőtt korosztályban, nagyon erős mezőnybe csöppentél, de hát most itt kell helytállni. Hát egyetértek, helyet kell állnom. Nyilván szeretnék minél jobb helyezéseket elérni a versenyeken, ez valószínűleg szépen lassan fog bekövetkezni, sokat kell edzeni. Szorgalmasnak kell lenni, és az eredmények jönni fognak szerintem. Összességében szerintem akkor azt elmondhatjuk, hogy a Kulcsár névvel élni az egy áldás. De Viktor elmondja, hogy ő hogy látja. Én előnyét láttam mindig. Jó, tehát hogyha szerintem érdemes azért ezekre a dolgokról akkor őszintén beszélni, előkerülnek. Én amikor elkezdtem vívni a Honvédba, ez 85 mondjuk, vagy így 84 vége 85, mondtam, hogy a Hadszepi bácsának kezdtem vívni, akkor akkoriban a nagybátyám még itthon volt, de nem sokkal utána elment Olaszországba edzősködni. Egyáltalán nem volt egy népszerű ember, mint sportvezető akkoriban a magyar vívásban. Jó, tehát én világosan emlékszem, lehet, hogy most már, hogy nem ér, így az emlékek megszépülnek, meg mindenki csak, ez nem úgy, én pontosan emlékszem arra, hogy akkoriban a magyar párbajtőr házatáján, ő nem volt egy népszerű ember, amivel én nekem akkor szembesülni kellett, de ezzel együtt az, hogy engem hogy hívtak, és hogy ez hogy befolyásolta az én pályafutásomat, ez egyáltalán nem okozott problémát. Én is valamennyire egy mélyebb hangú embernek számítok a magyar sportban. Biztos én is megosztom valamennyire azokat az embereket, akik engem ismernek, de ezzel együtt nem gondolom azt, hogy probléma lenne az, hogyha ha valakit Kulcsárnak hívnak. Úgyhogy ezt mindenkinek magának kell valahogy kezelni, és ebből a jót kivenni. Tehát aki egy kicsit meghatározóbb az élet valamely területen, az természetes, hogy az emberekben érzelmeket kelt, valamennyire megosztó, de én azt hiszem, hogy problémát ez nem szabad, hogy okozza. Szerintem se teher, se a Kulcsár név. Azért a vívó világban úgy gondolom, hogy abszolút egy azért egy jó hírneve van, vagy azért így szokták szeretni a papát, és de szerintem azért, aki engem is, hogy én ebből nem látok sokat, max valaki odajön és azt mondja, hogy szia, ismertem a fukádat, vagy ilyenek, de aki engem szeret, vagy nem szeret, az nem hiszem, hogy azért, mert apukámat, hanem magam miatt. Ez egy pici világ. És nem csak a magyar vívás, hanem a vívás általában. Tehát nem tudom a teniszhez, a labdarúgáshoz hasonlítani. Az, hogy ugyanazok a nevek forognak, ez egy nagyon fura, de nagyon természetes dolog. Tehát itt már generációk óta itt vannak csak a magyar vívásban a Kulcsárok, a Fenyvesik, ugye a Fenyvesi Csabi,
Fenyvesi Csabának a fia, Viktorral együtt. Itt vannak Kovácsok, Kovács Pál, Kovács Tamás, Kovács Attila, nem tudom hány Gerevics generáció ment már ki. Most nem akarok neveket mondani, a végén még valakit kifelejtek, és nem mondom. Tehát, de nemzetközileg is itt vannak a Montánok, ahol már a dédapa is olimpia bajnok volt. Vagy itt Putkor Viktor vívott egy pálba ötödő srác, aki az Erik Szekinek a fia volt. Tehát itt az, hogy az ember lépten nyomon hasonló nevekbe botlik, ez teljesen természetes. Tehát itt van más országban, és nem csak Magyarországon egy fontos hagyomány faktora a vívásnak, és ez talán ez is hozza azt, hogy önmagában nem a név alapján ítélik meg az embereket. Nem tudom, hány generáció Kolcnait láttunk a pástól most is ott van. Tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból a vívás, hangsúlyozom, nem rossz értelemben egy belterjes, egy összetartó ilyen családi a sport. Még egyszer mondom, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is. Sok kulcsás sikert kívánok, mégis köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, köszönjük. Köszönöm szépen. A jelen és a jövő bajnokainak elkötelezett támogatója a Decathlon.